úgy elfirultam, de kaptunk ilyen visszajelzést ettől a World of Programmers-től, mert kellett írnunk erre a Stack Overflow-ra, mert mi nem férünk el sajnos hozzá, ilyen totális káz van ott, ilyen vicces dolgokat írnak oda, hogy mik történtek, tehát írtak egy csomó, mert elmondom gyorsan, hogy mi történt, van ez a, megkeresem mindjárt az interneten, van ez az iPhone 11 ilyen hosszú, és nem tudom mennyi applikáció van önöknél a telefonom, nálatok. Emiatt most jöttek el az amerikaiak, hogy egy csomó ilyen applikáció már meg felesleges volt azt megírni, mert a könyvtárban van egy ilyen alkalmazás. Igen, csak ezt hívják úgy, hogy Relay, az ICC-től, akik itt voltak, vagy hazudtak, vagy nem, nekem Attilaként mutatkozott be a fiatalember, úgyhogy hogy Húdi Múdi Attila, ő elvileg adatbázis kezelő, tehát neki mondom, hogy nem volt a könyvtár, mert egy pillanat, mi a könyvtár? A könyvtárban ott ilyen adatkezelési modulok vannak, amit tudom én, van egy ilyen négyzet, és akkor mit ott van az egész, ilyenek, hogy bank, pénzügy, adó, jobbra-balra áfa, béfa, customs, minden. Következőni csak bérszámfejtés, és kettő volt összehúzva. Másodperc, mint kiderült, egy csomó applikációra már volt könyvtárban ilyen alkalmazás, csak mivel mi nem férünk hozzá, nekünk fogalmunk sem volt például, hogy a Facebooknál, mert ez nagy ciki, emiatt vesznek el az e-mailjeink meg a jelszavaink most. Jobbra-balra pakolgatják most ebbe a könyvtárba a cuccokat, hogy egy helyen legyen például az e-mail kezelőrendszerünk is, de csak én emiatt, hogy ne legyünk hozzájuk rendelve, szeretném, ha saját e-mail kezelőrendszert üzemeltetnénk, mint régen, de szeretném, ha lenne tmobile.hu vagy mataf.hu, meg ezek is oda lesznek rákötve, de nem kell idegeskedni, nekünk csak a szervertár helyet kell biztosítanunk, itt vannak ilyen karamellszínű informatikusaim, és majd ők ezt menedzselik, nem, itt össze-vissza fognak itt intézkedni, de és majd ott ülnek ilyen turbános emberek, meg négerek, hogy mondjuk, persze, igen, így volt, nektek nem kell hozzányúlni, ők innen elérik majd a szervert, jó? Mert itt az intelligencia utat tört, jó? Tehát mutatok egy intelligens lényt, jó? Tehát... A magyarok, tehát nálatok nem tudom, mi van, ott vannak rendes informatikusok, jó? Tehát saját e-mail rendszerünk lesz emiatt, és a Facebooknál meg kell nézzük, mert ti azt hadottátok a Facebookon, hogy külön szerveren üzemeltetitek a magyar részt. Fogalmunk sincs, mert akkor a Stack Overflow van ott, egy pillanat, folyamatosan mindenki panaszkodik, nem kapjuk meg az üzeneteket, semmit nem kapunk meg. A WhatsAppon ilyen relay time volt, szólok-e a Húdi Múdi Attilának, mert ő érti ezt. Ilyen relay time-ok voltak a WhatsAppon nálam, például, hogy 3 hét. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki küldött egy üzenetet, elment az üzenetem a Gmailhez, a Yahoo-hoz, jobbra-balra, egyszer csak rájöttek, hogy az WhatsApp. Megkaptam a Messengerbe, mint üzenet, és kiderült, hogy ilyen telefonhívást, ilyen totál gáz van ott, egy pillanat, totál gáz van ott, ezek az amerikaiak. Érdeklődni szeretnék, hogy hazudgálunk-e tovább, vagy lesz saját magyar Facebookunk. Én kíváncsiak, ezek itt nem használják a Facebookot, senki sem érdekel, nem is engedem nekik, itt nem tudnak Facebookot használni, majd nekik csinálunk egy másik cuccot itt a helyekkel, jó? Mert most evaluáljuk őket, olyan dolgokat állítanak, de komolyan mondom, hogy elképesztő. Tehát az, hogy robotok, az egy dolog, de ilyeneket egy pillanat, mert én mondtam nekik, nekem csak apukám van, én ilyen lombik bébibe, ilyen lombikba keletkeztem, ez a test, ők azt állítják egy másodperc, hogy nem ismerik fel a szüleiket. És mi reinkarnáltak, mert van egy csomó indiai, aki reinkarnálódott, és teljesen normális, mi megmondjuk, hogy de még nem. Tehát én is, hogyha látok apám egy fotót, még nem láttam, akkor tudom, hogy ki a múltkor volt ilyen utalása, és mondtam, hogy az ő. Tehát itt ezek megbízhatatlanok. Érdekelni szeretnék a magyaroktól, ki az, akit érdekel ez a dolog, hogy a saját adatbázisunkat mi kezeljük. Akkor nem lennénk hozzákötve az amerikaiakhoz, csak más miatt. Én szeretném, ha ez megvalósulna, ezt keresek, itt rekrútálok most meg itt, igen, a YouTube-on rekrútálok embereket. Legyek szívesek így gondolkodni, egy pillanat, és majd engem, majd megadom, milyen e-mail címem, valami hu e-mail címem lesz, jó, hu, és a hu e-mail címem találkozunk,
Szeretném, ha küldenének nekem önéletrajzot. Miért az önéletrajzba? Szerintem kurra tesszük a dolgot, jó? Majd én majd megbeszélem a magyar fiúkkal. Csak egy weboldalt, és ilyen videózetet töltsetek föl. Jó? Ilyen, de ilyen rövid önéletrajzot. 10 percest. Mindenket megnézem egyesével. Nem is, ha 4 millióan jelentkeztek, mindenket megnézem egyesével. Jó? Tehát adatbázis kéne kezelnünk. Senki nem ért hozzá. Nem baj, nem baj. Majd elmegyázom, hogy hogy kell csinálni. Ki az a kivátor? Ki akar? De jöttek lányok is. Idősek, fiatalok, ez nem kor függő. Ilyen irodai munka. Be kell ülni az irodába, és ott nyomkodni a billentyűt. Ki akar adatbázis kezelni? Én úgy megörültem, de, hogy vagy jókat mondtunk. A Facebookról egyetlen üzenet se jön, jó? Tehát én nem tudom, beszéltem egy Szabolcs nevű fiatalemberrel, aki másik helyen Gáborként hazudgációzik, és azt állítja, hogy nálatok működik a Facebook. Tehát akkor ti saját szerveren üzemeltetitek? Mert itt nem működik a Facebook. Az Insta van, meg a Twitter, de a Twitter is begőzött. Ott is gáz van. Fogalmunk sincs, hogy mi történik az amerikaiaknál. Jó, mi oda vagyunk kötve az amerikaiakhoz. Tehát ti le vagytok rólunk kötve? Én ezt kérdezem. Mert az igen kellemetlen, hogyha ha egy másodperc, utána majd közditek, hogy a Facebookon megjelent dolog, mi meg Jézus Máriám, ez nem is működik, jó? Tehát mi folyik ott? Csak érdeklődik. Ki szeretne dolgozni, mint adatbázis üzemeltető? Ki akar adatbázist üzemeltetni velem? Irodai munka. Bárki jöhet, férfi, nő, idős, fiatal, bárki.